Fontos a körültekintés, ha nem muszáj, ne vásároljunk hitelből az ünnepekre, ha mégis, akkor pedig megfontoltan válasszunk, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. Nyaraló hajózás indul a Felső-Tiszán, a kormány célja, hogy megalapozza az Európa szerte népszerű nyaraló hajózás rendszerének kialakítását. Karácsonyi ellenőrzés, a vásárlási lázzal együtt a NAV téli ellenőrzési sorozata is elindult. Az akcióban főleg a szabályos nyugtaadást és az online pénztárgépeket vizsgálják a revizorok. Ha nem muszáj, ne vásároljunk hitelből az ünnepekre. Ha mégis, akkor megfontoltan válasszunk személyi vagy áruhitelt. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A körültekintés során figyelni kell a hitelkártyás vásárlásokra is az ünnepek során. Erre hívja fel a Magyar Nemzeti Bank a lakosság figyelmét fogyasztóvédelmi honlapján. Az áruhiteleknél azt is fontos kiemelni, hogy a 0% THM-mel felvehető kölcsönök általában a legrövidebb futamidejű konstrukciókra vonatkoznak. Kecsegtető hitelkínálatok fogadják a vásárlókat, főként a műszaki áruházakban ilyenkor karácsony előtt. Sokan hitelből vesznek ajándékot, a nagyobb értékű meglepetéseket ugyanis karácsonyra időzítik a családok. Az ünnepi kiadásokat nem mindig érdemes fogyasztási hitelből fedezni, mert nem ritka, hogy a személyi kölcsönök vagy hitelkártyák viszonylag magas járulékos költségekkel járnak. Mindenképpen általános jelleggel is érdemes hitelfelvétel előtt tájékozódni a különböző fogyasztási hiteltípusokról, hogy melyiknek milyen jellemzője van, hiszen nagyon nem mindegy, hogyha például vásárolni szeretnénk karácsonyra valamilyen műszaki cikket, és ennek érdekében hitelt felvenni, akkor nem mindegy, hogy ez egy áruhitel lesz, vagy pedig egy hitelkártya konstrukció, kettő nagyon eltérő, viszont a vásárlási helyszíneken, a műszaki áruházakban mind a kettőt szokták jellemzően ajánlani. A másik, ami nagyon fontos, hogy a szerződés aláírás előtt mindig tanulmányozzuk át a feltételeket, ha valami nem világos, kérdezzünk rá, és hogyha nem vagyunk biztosak a hitelfelvételi döntésben, akkor lehetőség szerint ne írjuk alá a szerződést, de arra is van azért lehetőség, hogyha meggondoltuk magunkat a hitelfelvétellel kapcsolatban, hogy a szerződés aláírását követő 14 napon belül elálljunk a hitelszerződéstől. A személyi kölcsönöknél a csökkentett kamatok a teljes futamidő alatt csak akkor érvényesek, ha a fogyasztó a teljes futamidő alatt végig meg tud felelni a kedvezmény feltételeinek. Érdemes odafigyelni az áruhiteleknél arra, hogy a 0%-os THM-mel felvehető kölcsönök általában a legrövidebb futamidejű konstrukciókra vonatkoznak. A hitelkártyáknál pedig van egy kamatmentes periódus 30 napig, ekkor az úgynevezett költési időszakban díjmentesen használjuk a bankpénzét, viszont az azt követő 15 napon belül meg kell kezdeni az igényelt hitelösszeg törlesztését. Nem érdemes hitelkártyával készpénzt felvenni, mert akkor a kamatok a hitelszámlára terhelődnek. A kormány célja, hogy megalapozza az Európa szerte népszerű nyaralóhajózás rendszerének kialakítását, ezzel együtt megindítsa és fejlessze a kelet-magyarországi folyókon a vízi életet, hangzott el péntek délután Tokajban. A nyaralóhajózás, mint új turisztikai ágazat kialakítása, a hazai aktív turizmus palettájának bővítésére szolgál, tette hozzá a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos. A szolgáltatás elindításával a következő évek során a Tiszató és Felső-Tisza, Bodrog és Hortobágy térsége is a külföldi turisták kedvelt célpontjává válhat. Fejlődik a hajós élet, és a hazai lakosság számára is elérhetővé teszi ezt az üdülési formát. A hajós élet fejlesztését támogatja a kormány a nyaraló hajózással. A kikapcsolódás ilyen formája azért is lehet majd népszerű, mert a szállásnyújtó hajók külön vezetői engedély nélkül is irányíthatóak, így bárki használhatja az arra alkalmas vízterületen. Útvonal kialakítás és kikötők építése is szerepel a turisztikai fejlesztések között. Ezekhez a Magyar Kajakkenu Szövetséggel is egyeztettek, de bicikliutak építése is várható a zempléni térségben, hangzott el a pénteki sajtótájékoztatón Tokajban. A Tiszató Felső-Tisza közötti szakasza a Bodrog kiválóan alkalmas a nyaraló hajós vízi turisztika elindítására, a keleti főcsatorna Hajdúszoboszló és a Hortobágy bekapcsolása pedig kiváló lehetőséget nyújt a folytatásra. A vízfelületek jelenleg nagyrészt kihasználatlanok, infrastruktúrájuk fejletlen. A nyaralóhajózás megnyújtja a vidék idegenforgalmi szezonját április 1-től október végéig. Európa szerte évi több mint 100 000 vendég bérli a nyaralóhajókat általában ebben az időszakban.
Azzal, hogy a kikötőket kiépítjük, azzal a települések nem csak erre a 20 hajóra számíthatnak, hanem a kikötők kiépítésével meg fog sokszorozódni az ezeken vizeken közlekedő hajóknak, motorosoknak a száma. Hogyha a vizitúra megállóhelyeket is kiépítjük, akkor a vizitúrázók száma, ami azt hiszem, hogy egy rendkívül nagy jelentőséget, lehetőséget jelent majd a környék településeinek. Az a feladatuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, tudják elérni, hogy megálljanak a vizitúrázók, legyen miért megállni a nyaraló hajózóknak is, és hosszabb távon azt mondják, hogy egy ekkora vízfelület akár 150-200 nyaraló hajót is el tud látni Nyugat-Európában. Reménykedünk azzal, hogy azáltal, hogy az állam ezt elindította, azzal ezt az egész hajózást generálni fogja, egy lendületet ad neki. A nyaraló hajózás hazai meghonosítása a magyarországi egészségturizmus lehetőségeit is kiszélesíti. A tokai térség kiválóan alkalmas arra, hogy a bor és gasztrokultúrát még szélesebb körben népszerűsítse. Ezáltal a hazai gyártású termékek exportpiaca is bővíthető, hangzott el a sajtótájékoztatón. Kisköre mellett ugyanis Tokajnál alakítanak majd ki komolyabb kikötőt a fejlesztés részeként. Egy kikötőpont az egy mindig fontos dolog, mert ugye ott fognak kikötni azok a hajók, amelyek ugye közlekedni fognak a Bodrogon vagy a Tiszán, és ezek a kikötők, ezek azt feltételezik, hogy itt meg fognak állni az ideérkezők, és ezzel be fogjuk tudni csalogatni a hajón lévőket a városba, aminek nagyon komoly szolgáltatás fejlesztéssel járhat, mert én úgy ítélem meg, hogy ezeken a hajókon olyan minőségi turisták fognak megjelenni, aminek a hatását szolgáltatásokban is majd figyelbe fogjuk venni, vagy eredménye lehet, mert ezek a vendégek valószínűleg magasabb szolgáltatási színvonalakat fognak igényelni, és ez a városban generálhat egy szolgáltatásfejlesztést, amit én nagyon fontosnak tartok. Európa más országaiban a nyaraló hajózásra épülő turizmus már 50 éves múltra tekint vissza. Az 1960-as, 1980-as években állami segítséggel elindult a vízi utak rekreációs célú újrahasznosítása. Előbb Franciaországban, majd Angliában és további országokban is, amely új értelmet adott a vízi utaknak és rendkívüli fejlődési lehetőséget a környező településeknek. Internetes próbavásárlás során buktak le a nem engedélyezett növényvédőszereket forgalmazó magánszemélyek, közölte a Nébih. A hivatal az akció során összesen csak nem 200 ezer forint értékű engedélyköteles, Magyarországon azonban nem engedélyezett és magyar nyelvű címkével sem rendelkező termékkel kapcsolatosan intézkedett. A Nébih azért is kíséri figyelemmel az interneten hirdetett növényvédőszerek forgalmazását, mert azok alkalmazása komoly kockázattal jár. Az engedéllyel nem rendelkező készítmények veszélyes és toxikus szennyezéseket, ellenőrizetlen melléktermékeket tartalmazhatnak, amelyek egészségkárosító hatással lehetnek az alkalmazójukra. Az illegális szerek használatakor a termés károsodhat, sőt, akár meg is semmisülhet. A káros hatóanyagok a környezetből az élelmiszerláncba kerülve a fogyasztók egészségét is veszélyeztethetik. A hatóság kéri a lakosságot, hogy amennyiben illegális forgalmazást észlelnek, jelezzék a Nébih zöld számán. A nyírbátori rendőrök december 7-én 20 óra 30 perc körül budapesti lakásában fogták el azt a 42 éves nőt, aki a gyanú szerint eladta az előzetes letartóztatásban lévő nyírbátori H. Tibornak a kábítószert, amit ő lakókörnyezetében tovább értékesíteni akart. Ezt még december 1-én az esti órákban találták meg a rendőrök egy ellenőrzés során a férfinél, írja polisz.hu. A budapesti nő lakásában lévő hűtőszekrényből a rendőrök 22 darab tablettát és két tasakban összesen 1,6 g porállagú kábítószergyanús anyagot foglaltak le. B. Mariannát elfogását követően a nyírbátori rendőrkapitányságra előállították és kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanújával kihallgatták. A nyomozók a további eljárást értők bevonása mellett folytatják. A gyanúsítottat őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására az illetékes ügyészségnél. A karácsony előtti vásárlási lázzal egy időben elindult a NAV téli ellenőrzési sorozata is. A szezonális kereskedelemben és az adventi forgatagban is figyelnek a revizorok. Az akcióban elsősorban a szolgáltatók online pénztárgépeit, a nyugtaadást, illetve a dolgozók szabályos foglalkoztatását is vizsgálhatják.
Szinte november végétől már kipakolnak az árusok, a karácsonyi forgatagban kínálják termékeiket. A jogkövető vállalkozásoknál a vásárlások alkalmával nem marad el a nyugtaadás sem. Nem éri meg rizikózni, mert minden évben fennakadnak az adóhatóság ellenőrzésein a szabálytalankodók. A karácsony előtti és az év végi időszakban a kereskedelemre és a szolgáltatásokra fókuszálnak az adóhatóság ellenőrzései. Az akcióban elsősorban a szolgáltatók online pénztárgépeit és a szabályos nyugtaadást vizsgálják, mondta el 35 perc című műsorunkban a NAV sajtóreferense. A számlás a nyugtaadás ugye elsősorban nem csak arra irányul, hogy megfelelően bizonylatolják a termékeket, hanem arra, és hogyha későbbiekben garanciális problémájuk adódnak, akkor sajnos csak ezzel tudják majd érvényesíteni. Természetesen abban az esetben, hogyha megtalálják a megfelelő vállalkozást is, hiszen sok esetben tapasztaltuk azt is, hogy a vállalkozás nem is létezett, tehát akár engedély nélkül történtek esetlegesen olyan árusítások bizonyos kitelepüléseken, vásárokon, ahol erre ugye nem kaptak engedélyt az eladók vagy a vállalkozások. Ugye itt elsősorban azért a szilveszter környékén a pirotechnikai eszközöknek az árusítása nő meg, ugye feketén, a piacok és hasonló környékeken. Itt a pénzügyőr kollégáink nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a megfelelő engedéllyel a megfelelő termékeket árusítsák az árusok. A kereskedelemben az áruk eredetére is rákérdezhetnek. Ebben az időszakban ugrásszerűen megnő a webes értékesítés. Az ellenőrzési irányelvünkben kiemelten szerepel a webshopoknak az ellenőrzése, valamint azoknak a magánszemélyeknek, akik esetlegesen különböző értékesítési felületeken, piaci fórumokon úgy végzik ezt, hogy nem rendelkeznek megfelelő engedéllyel. Ugye nagyon fontos megemlíteni azt, hogy 600 ezer forintig természetesen használt termékeket minden további nélkül értékesíthetik a magánszemélyek. Azonban sok esetben tapasztaljuk az ellenőrzéseknél azt, hogy ezek a magánszemélyek nem 600 ezer forintig értékesítenek és nem használt termékeket, hanem üzletszerűen végzik ezeknek a termékeknek az eladását, beszerzését, és ugye a legtöbb esetben akár bizonylat nélkül értékesítenek interneten. Gondolja meg a vásárló, honnan rendel, hiszen az említett esetben garanciát nem kap a termékre, emelte ki a hatóság referense. A karácsonyi és szilveszter környéki időszak idegenforgalmi szempontból is jelentős. Megtelnek a szállodák és az éttermek, nagyobb a zsúfoltság, így több alkalmazottra is szükség van. Ennek köszönhetően az idényre felvett dolgozók szabályos foglalkoztatását is vizsgálhatják. Szisztematikus ellenőrzésre és törvényi szabályozásra lenne szükség a nyugdíjrendszerben, hangzott el az MSZP sajtótájékoztatóján. A párt megyei alelnöke kiemelte, jelenleg több ezer határon túli kettős állampolgár jelentkezik be a határmenti településekre, azért, hogy magyar nyugdíjat is kapjon. A Magyar Szocialista Párt szerint ehhez be kellene vezetni, hogy csak azok kapjanak időskori juttatást, akik életvitelszerűen Magyarországon élnek. Csabai Lászlóné úgy véli, a most plusz költségnek számító összegeket a hazai nyugdíj korrekcióra lehetne fordítani. Sokszor ugyanazon munkát végző emberek között is kiderül, hogy az idős ember ledolgozta az egész életét, aki átjön a kárpátaljai területről, az kétszer-háromszor annyi nyugdíjat visz haza, mint az a magyar beregsurányi vagy záhonyi idős ember, aki itt 30-40 évet ledolgozott. Baleset történt Újfehértón csütörtök délután. A település belterületén a Szent István úton egy szabálytalanul kanyarodó kerékpárost ütött el egy személygépkocsi. A kerékpáros 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, illetve eljárás is indult ellene, amiért nem a kerékpár úton közlekedett. Évek óta kutatja a magyar vállalkozók sikertörténeteinek titkát Pokrovenszky Gergely, most újabb könyvet adott ki, 29 sikertörténet címen. A most megjelent negyedik kötetben ismét olyan megyei szakembereket ismerhetnek meg az olvasók, akiknek története sokak számára inspiráló lehet. A siker receptje, kitartás, szorgalom és szerencse, véli Pokrovenszky Gergely, a 29 sikertörténet című könyv szerzője. Az összeállításban segítségére volt még Bocskai Magda, Fullajtár András, Kövesdi Levente Szabolcs, Eltóth Lajos és Palic István is. Az olvasók 29 interjút kapnak kezükbe a könyv segítségével, amelynek bemutatója péntek délelőtt volt Nyíregyházán. Lehetne más címe is, mert nyilván ezek az emberek illetve sikeresek, hogy közben azért olyan elbuktak, leporolták magukat, fölálltak, de valahol mégiscsak arról van szó, hogy meg tudták azt mutatni a világnak, hogy hittek egy ügyben, hittek magukban, hittek egy elképzelésben, egy ötletben,
és ezt sikerre vitték. Hogy miért páratlan számolk ezek a sikertörténeteket, nyilván mert a személyek maguk is páratlanak és kiemelkedőek. Ugye kezdtünk jó néhány évvel ezelőtt az első kötetnél 23 sikertörténettel, aztán jött 25, 27, és szerintem ki fogják találni, most hányan járunk, 29. Az első kötetet még 2006-ban adta ki Pokromenszky Gergely, a most megjelent pedig már a negyedik könyv. Az első kötet nagyon érdekes módon jött létre, megpróbálom bemutatni, jó? Ültem a kanapén otthon, lehúnytam a szemem, és egy kép így bevillant, nem tudom, hogy honnan és hová tartott. Egy hatalmas termet láttam, 50-60 emberrel, és az 50-60 ember boldog volt, és egy könyvet láttam még valahol bevillani ebben a képben. Nem értettem, hogy mi ez, de most már tudom. Akkor egy fél évre rá ez az ötlet megvalósult, és 2006. decemberében bemutattuk, többen ott voltunk az első könyvünket is. Az olvasók mind a 29 esetben több oldalas bemutatkozó interjú során ismerhetik meg a könyvben szereplő vállalkozókat. Harmadik helyen áll a nyíregyházi Blue Sharks a bajnoki tabellán. Hazai pályán veretlenek a kékcápák, de az év végéig még három fontos mérkőzés vár a csapatra. December 10-én fogadják a TF Budapest együttesét a Continental Arénában. Bár negyedik helyen álló csapatról van szó, talán az egyik legnehezebb mérkőzésre számíthatunk, hangzott el a csapat pénteki sajtótájékoztatóján. Továbbá az is kiderült, hogy egy 26 éves szerb sportoló erősíti ezentúl a csapatot. Nem volt egyszerű szezon a nyíregyházi Blue Sharks csapatának, hiszen két olyan sérülésük is volt, amelyek alapvető játékosokat érintettek. Talán váratlan megoldásokat eredményeztek a játékosok sérülései, de sikerült a csapatnak átidalni ezeket a nehézségeket. Minden esetre a Blue Sharks fiatal játékosai így bizonyíthattak a pályán. A csapat legközelebb december 10-én játszik hazai pályán a Continental Arénában a budapesti TF ellen, amely egy nagyon fontos mérkőzés lesz a csapatnak, tette hozzá Sitku Ernő. Természetesen nem kérdés, hogy szeretnénk megőrizni a hazai veretlenségünket, de nem lesz egyszerű. Talán az egyik legnehezebb ellenfél érkezik majd hozzánk ide a Continental Arénába. Furcsa ezt mondani annak ellenére, hogy a negyedik helyen álló csapatról beszélünk, de a játék stílusa olyan, amit nagyon nehéz feltörni, és nagyon nehéz megtalálni azt az utat, ami a gyűrűig vezet, de remélem, hogy sikerülni fog ez majd nekünk. Hazai pályán veretlen a Blue Sharks. 7 győzelem és 3 vereséget mérnek a tabellán, viszont a bajnokságban a harmadik helyen állnak. A pénteki sajtótájékoztatónak több apropója is volt. Korai évértékelés, de nyilvánosság előtt is bemutatkozott a fiatal, mindössze 26 éves szerb játékos, aki tovább erősítheti a kosárlabda csapatot. Korábban játszott Szerbiában, az első és a második ligában, Magyarországon pedig Pécsen. A kékcápáknál már a Hódmezővásárhelyi és Nagykörös elleni hazai meccsen láthatta a közönség. Amikor ide jöttem, úgy gondolom, hogy jól játszottam, de szerintem lehetek még ettől jobb is. Majd ha jobban beilleszkedek az új csapatba. Nem régóta vagyok még itt, de szerintem jól tudunk majd együtt játszani a későbbiekben. Két ünnep közösen pihen a Blue Sharks. A 2018-as év végéig még 3 mérkőzés vár a fiúkra. A TF Budapest elleni, a Békési Hebkupa meccs és a Miskolci bajnoki. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Ha nem muszáj, ne vásároljunk hitelből az ünnepekre, ha mégis, akkor megfontoltan válasszunk személyi vagy áruhitelt. A körültekintés során figyelni kell a hitelkártyás vásárlásra is az ünnepek során. Erre hívja fel a Magyar Nemzeti Bank a lakosság figyelmét fogyasztóvédelmi honlapján. Az áruhiteleknél azt is fontos kiemelni, hogy a 0% THM-mel felvehető kölcsönök általában a legrövidebb futamidejű konstrukciókra vonatkoznak. A kormány célja, hogy megalapozza az Európa szerte népszerű nyaralóhajózás rendszerének kialakítását, ezzel együtt megindítsa és fejlessze a kelet-magyarországi folyókon a vízi életet, hangzott el péntek délután Tokajban. A nyaralóhajózás, mint új turisztikai ágazat kialakítása, a hazai aktív turizmus palettájának bővítésére szolgál, tette hozzá a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos. A szolgáltatás elindításával a következő évek során a Tisza-tó és Felső-Tisza, Bodrog és Hortobágy térsége is a külföldi turisták kedvelt célpontjává válhat. Fejlődik a hajós élet és a hazai lakosság számára is elérhetővé teszi ezt az üdülési formát.
A karácsony előtti vásárlási lázzal egy időben elindult a NAV téli ellenőrzés sorozata is. A szezonális kereskedelemben és az adventi forgatagban is figyelnek a revizorok. Az akcióban elsősorban a szolgáltatók online pénztárgépeit, a nyugtaadást, illetve a dolgozók szabályos foglalkoztatását vizsgálhatják. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 8-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk majd Önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel, délutántól hóval, mivel hidegfront alakítja időjárásunkat, átmenetileg nagy nedvesség tartalmú és egyre hidegebb levegő áramlik térségünk fölé. Az előttünk álló éjszaka borult marad az ég, egyre több felé várható eső, az éjszakai óráktól már havas eső, hó is előfordulhat. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik, reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, eső, havas eső, majd havazás várható. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik, délutánra 3 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, és hidegfronti hatás terheli a szervezetünket. Vasárnap reggelre megszűnik majd a havazás és kisüt a nap, este azonban nyugat felől újabb felhősödés kezdődik, néhol hó, eső, ónos eső is várható. A jövő hét első felében változékony, gyakran felhős időre van kilátás, időnként hosszabb, rövidebb napos periódusokkal, több helyen, illetve több alkalommal eleredhet majd az eső. Hétfőn reggelre még hó is hullhat, de aztán ismét eső várható. Sok helyütt megerősödik a déli délnyugati szél, a jövő hét elején erős felmelegedésre számíthatunk.